Tojás leves egy szintén megosztó étel, bár mi nem az manapság, de azért mégiscsak valahogy túlélt több száz évet, és millió variánsa alakult ki, amit mi ismerünk tulajdonképpen az a rántott leves tojással, de Erdélyben van egy savanyú tojásleves, ami teljesen máshogy készül, és úgy döntöttem, hogy elevenítsük fel ezt a tojásleves témát, rántott leves, tojásleves témát, mert olyan jó lenne, hogyha nem veszne el. Én például, hogyha nem érzem jól magam, vagy beteg vagyok, vagy jövök egy betegségből, a mai napig nem tudok más tenni, csak rántott leves tojással. És akkor ugye itt jön a kérdés, mint a James Bond filmben, hogy rázva vagy keverve, hogy egészbe hagyjuk benne a tojást, mint egy budjantott tojást, vagy szétkeverjük, és így megoszlanak a táborok, vagy kis fokhagymával, vagy köménymaggal készítjük. Egyébként hol így készítem, hol úgy. Az nagyon érdekes, hogy például a Molnár dédapám, anyai dédapám, az utolsó 5 évében nem kívánt mást, csak ő így hívta, Betyárt. Mert hogy ez volt a régi neve, ez is volt, hogy Betyár. Szegény anyu próbálta mindennel, a galamblevestől a tyúkuslevesig mindennel tömni, de ő mindig mondta, hogy kislányom, én nekem csak egy betyárt főzzél. És ehhez különösen érdekes még, hogy ugye egyik kedvenc írom a magyarok közül, Hanvas Béla, neki van egy írása a rántott levesről, amit érdemes megkeresni és elolvasni. Ő azt mondja ugye, hogy a rántott leves az egy tipikus éhségétel. Nem akar több lenni, más lenni, nem akar flancolni. Ő az, ami. Nincs rajta semmi flanc. Nagyon-nagyon szimpatikus. Nekem ezek mind visszaigazolások, hogy én miért szeretem annyira a tojásos rántott levest. Viszont most az erdélyivel kezdtem. Nagyon furcsán készül ez a leves. De ha nem tudjuk, hogy hogy készül, hanem előbb eszünk, és utána tudjuk meg a receptet, akkor nem száll el közben a bizalom. De hát most jön a recept. Nos, szalonnát felaprítjuk, és egy kis sertészsír segítségével szép ropogósra kisütjük. Nem kell sajnálni a zsiradékot belőle, mert egy olyan rántottát kell készítenünk, ami egyben marad, egy picit hűtjük és felkockázzuk. Tehát ehhez viszont kell elég zsiradék alá, hogy szépen egyben meg tudjuk sütni, ne kelljen keverni és ne égjen le. Ez hadd piruljon, addig felütök 10 tojást. Beletettem ugye a 10 tojást, még jön 2 fehérje, mert annak a sárgáját külön kell tenni. Annak szerepe lesz a későbbiekben. Ezt a levest Kolozson, Kolozsvár mellett kóstoltam. Farkas Dénes bácsinak segít Kicsi. Ő az, aki főz neki, gondoskodik róla, Farkas Dénes bácsi unitárius pap. Nála voltunk vendégségben, és ott kóstoltuk, ott kaptunk egyszer csak Kicsitől egy ilyen tojáslevest. Nagyon-nagyon finom volt, és akkor ő tanított meg engem arra, hogy kell elkészíteni. Hú, hát ez csak egy tojásleves, mondta. De hát milyen finom. Jön egy kis só a tojásba, a szalonnai sós, úgyhogy ne túl sok sót tegyünk bele. Egy kicsit elkeverjük, hogy egyneműbb legyen, de nem habosra. És látják, itt serceg éppen a szalonna, és erre fogjuk bőséges zsiradékkal, ráöntjük a tojást. Szépen higgadtan átsütjük, mint egy omlettet, ugyanúgy így egybehagyva. Közben a fazékban felforraljuk a vizet, a levesvizet, bő 1 litert, másfelet, ki mennyi levest főz. És ebbe a vízbe nem is teszünk mást, csak sót és nagyon sok fokhagymát. Meg kell majd kóstolni, hogy elég sós legyen.
és a fokhagymát pedig belereszeljük. Nyugodtan mehet bele akár 6-8 gerezd is. A fokhagyma ugyanis az erejét elveszíti forraláskor, csak egy jó íze lesz. Jól szétfőzzük. Pillanatok alatt szétfő egyébként a fokhagyma, ugye tudjuk, hogy ilyen krémesre fő. Ennyi fokhagymával, tojással, ez egy igazi gyógyleves. Hát, mint ahogy a mi rántott levesünk is gyógyleves. Ez 6 főjön. Közben a 2 tojás sárgáját pedig kikeverjük, vagy tejföllel, vagy tejszínnel. Mindegyik jó. A tejföl azért jó, mert savanykás, és úgyis egy kis tárkonyos ecetet kell majd hozzáadnunk a végén. A tejszín pedig azért, mert ad egy kis édességet, krémességet. Ez lesz az ereszték, vagy habarás. Teljesen krémesre keverjük. 2 deciliter tejföl, vagy 2 deciliter tejszín. 2 tojás sárgájával. Elkészült a rántotta. Kicsit kirakom, hogy hűljön. Így se rossz, de most a levesbe kerül. Ez a levesbetét. Amíg hűl, hogy összebírjam vágni, belekerül az ereszték, a tojás sárgájás tejszín ebbe a fokhagymás sós vízbe. És most már óvatosan a forralással, nehogy kicsapódjon. Egészen alacsony hőmérsékleten, de forrón kell tartani. Jöhet bele tárkonyecet, ezt majd megkóstoljuk, mindenki ízlése szerint. Petrezselyem zöld, újhagyma zöld. Nem kell túl apróra vágni. És bele falatozzuk a tojást. Ne süssük ebben az esetben sem túl szárazra a tojást. A rántotta soha nem jó, ha túl száraz. Levesbetétnek sem. Így lesz egy igazi ebéd a rántottából Erdélyben. Ez a leves kész. Már csak egy pici petrezselyem tálaláskor is lehet enni. Jöhet a mi tojásos rántott levesünk. Az annyira gyors, mire az ember 2 pislant kész lesz. Akkor pislancsunk 2. Most a köménymagosat készítem, mert van fokhagymás tojáslevesünk. Egy picike zsíron kipaktogtatok egy mókás kanálnyi köménymagot. Mindjárt elkezd pattogni. Van, aki tesz bele lisztet, van, aki nem. Úgy, ez kipattogott. Én egy nagyon picike lisztet szeretek tenni bele, de tényleg csak egy leheletnyit. Van, hogy zappehely lisztet teszek bele. Gyorsan, mert most egy egészen kis adagot készítek. Jöhet egy kis piros paprika. Azonnal hideg víz. Úgy most már lehet adni neki hőt. Tényleg egy adagot készítek csak. És azt mind meg fogom enni. Egy emberre 2 tojást szoktunk számolni. Én nem keverem szét, hanem csak belebudjantom a 2 tojást. Amikor ez fölfort, beleütöm a 2 tojást, előtte meglendítem a lét, és körülbelül 3 perc múlva elzárom, és megeszem. Teszek azért sót bele. Ebbe is kell ecet, egy jó kis tárkonyos gyümölcsecet. A halottak föltámadnak tőle, olyan finom. Tényleg rendbe hozza az ember gyomrát, a közérzetét. Nem tudom mitől, de egy igazi gyógyleves. Én nekem a rossz kedvemre is jó a rántott leves. Ha felfort, visszavesszük, hogy csak egy kicsit forjon, ne verje szét a tojást a forrás. Egy picit azért szétmehet a fehérje. 1 tojás, 2 tojás. És csak ennyit lendítek rajta, és hagyom, hogy megfőjön a tojás. Nos, hát 2 igazi, klasszikus, gyors, olcsó, mondjuk a 10 tojásos az úgy olcsó, hogy van otthon tyúk, igazi gyógyító étel, és a Rupi jön, a Ruprecht Laci, aki szintén egy ilyen olcsó,
csirke belsőségből készült ételt mutat nekünk. Annyira jó lenne, ha visszaszoknánk a belsőségekre, és egy igazi nagy meglepetés megmutatja, hogy kell igazán jó röpülős grízgaluskát készíteni. Már az illatától is gyereknek érzem magam. Én egy ilyen rántott levestől boldog tudok lenni. Ez van. Azt se tudom, melyikkel kezdjem. Melyiket szeretem jobban? Azt kell a végére hagyni. Ezt is nagyon szeretem. Olyan finom. Hogy tud ilyen finom lenni? Mitől? Ez hihetetlen erős ízletes, akármilyen furcsa is. Ez is erős ízletes, és ez ilyen nagyon érzelmi étel nekem. Minden este meg tudnám menni. Amikor nem tudok például mit vacsorázni, 5 perc alatt készítek egy tojásos rántott levest. Diétába is beillik, akkor nem teszek lisztet bele, és annyira jó kedvem lesz tőle. Jó forrón. Még egy kis ecetet elbír. Ki szereti még a tojásos rántott levest? Most jó.